Az ellenzéki pártok továbbra is csak magukkal foglalkoznak, és politikai teljesítmény helyett még meg sem szerzett pozíciókon veszekednek a szolidaritás szerint. A mozgalom elnöke úgy látja, hogy Budapest a pártok kifizető helye lett. Erről is szó lesz a következő percekben. Kis Gábor István folytatja. Székely Sándorral a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van-e már önálló lista, van-e már önálló főpolgármester jelöltjük? Ugye pár héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ezen dolgoznak. Így van. A, ö, lesz. A szolgatáshozónak van egy ilyen belső menetrendje. Jelen pillanatban még mindig a, a programjainknak a ismertetésével, meg hogy egyáltalán hogy, összerakásával a kerületek és a főváros tekintetében egy szintre hozásával dolgozunk. És valahol február végén lesz egy közgyűlésünk, ahol elfogadjuk ezeket, és a és véglegesítjük a, a polgármester jelölteknek a nevét, és remélhetőleg a főpolgármester e, e, kiléte is akkor egyértelmű válik. Egy biztos, hogy listánk az lesz, és hát egy nagyon komoly programmal készülünk, mert hát elég sok megoldandó e, ügy van Budapesten. Nem a türelmetlenség szólt belőlem, hiszen a választási eljárási szabályok szerint bőven időben vannak még akár a listaállítással, akár a polgármester jelöltjeik kiválasztásával. De inkább arra fordítanám a beszélgetésünket, hogy találnak-e a jelenlegi városvezetők között olyan, olyan politikusokat, akiket esetleg tudnak támogatni. Például a főpolgármesterről nem volt egyértelmű az önök véleménye, hogy tudják őt támogatni, vagy pedig hát inkább ezeket a a nehéz ügyeit, a botrányait kérnék rajta számon. Nézd, hát mi ugye 2019-ben támogattuk uh, Karácsony ezért, ezért. de hát borzasztó a csalódás nekünk ez az elmúlt öt év, és az elmúlt fél év pedig egy dráma, egyébként Budapest szempontjából egy dráma, mert tényleg azt látjuk, hogy amit itt a közleményünkben is felolvastak, hogy hát tehát, hogy ezek a szervezetek, ezek a politikusok, itt Csendes Karácsony Gergő is belekeveredett abba, hogy hát magukkal foglalkoznak, hogy kiből mikor mi lesz, ahelyett, hogy a város megoldandó ügyeivel ö, ö, foglalkoznának, a közlekedéstől kezdve, a lakhatási válságon át, a Rossdörövezetek felszámolásáig, a gyalogos átkelő helyek egyáltalán megépítő. tehát Itt elképesztő mennyiségű kisebb és óriási átfogó probléma van. Tehát mi a, a, ezekből a politikusok közül nem látunk olyat, akivel tudunk együttműködni. Egyetlen kivétel van, de ugye nem ebből a körből jön, ő Vitézi Dávid, akivel az elmúlt, aki az elmúlt egy-másfél hónapban ugye én azt gondolom, hogy itt megjelent, mint kvázi politikus jelölt. Amiket eddig elmondott, azok nekünk szimpatikusak. Nagyjából egyetértünk azokban a gondolatokban, amiket ő kifejtett, a közlekedésről, ugye? Uh, és mi el is uh, nyitottunk is felé egy uh, beszélgetést, ami most is zajlik, és én nagyon remélem, hogy program programpontok átbeszélése után majd uh, itt lesz együttműködés a 2024-es önkormányzati választásokon, és hát utána pedig a város fejlesztésében. A programpontokat jó, hogy említi, mert önöknek valóban nagyon karakteres elképzeléseik vannak arról, hogy a városban mi kellene, hogy történjen. Most a legutóbbi közleményükben is volt egy nagyon jól érthető felütés, hogyha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, a, a világ néhány pontján a semmiből a sivatag közepén városok épültek, és ehhez képest mi történt Budapesten. Ugye tehát talán érdemes évtizedes távlatokban is gondolkodni néha. Így van, és azt gondoljuk, hogy évtizedes távlatokban Budapesten csak úgy lehet gondolkodni, hogyha pártpolitikamentesen mentesen állunk ehhez a, a, a fővárosunkhoz és az agglomerációhoz, hiszen itt jelen pillanatban Budapesten például lakhatási válság van, 50 ezer élnek zárt kertekben, miközben 50-100 ezer lakásár áll, állítólag üresen, ez elfogadhatatlan, itt közbe kell lépni, és nem csak szociális bérlakás programot kell indítani, nem erről beszélünk, nem csak erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy át kell a lakásállományt, és itt igenis, aki dolgozik Budapesten, Magyarországon, igenis, hogy, hogy, hogy kell értelmezhető módon lakáshoz jutnia, és nem pedig úgy, hogy 20-30 évig kell neki spórolni, vagy bárki egy családnak spórolni, hogy egy lakáshoz juthasson. Ez felháborító, ezzel valamit kezdeni kell. Ugyanez van a közlekedéssel is, ami az összeomlás felé közlekedik, mert egyre rosszabb, hogy ahelyett, hogy egyre jobb lenne, egyre rosszabb, hogy az agglomerációból alig lehet bejutni a városba, parkolni nem lehet most már a külvárosokban is, ezek a biciklisávok, a rakpart lezárás, a híd lezárás, ezek mind csak nehezítik az emberek életét. És arról még nem is beszéltünk, hogy, hogy a, nem csak a weiss művek, ugye a Csepel gyár, áll üresen, most már 30, 30, éve nem üresen, hanem, hanem mondjuk 5-6 ezer ember dolgozik benne, 50 ezeren dolgoztak ott, ott annak idején. Egy tengeri, kiköt, tengeri hajók fogadására alkalmas kikötő van ott, is üresen áll, és nagyjából még tíz ilyen rozsdővezet van Budapesten, amivel csinálni kéne valamit, de hát ugye erről nem beszélgetünk, illetve a politikai, az ellenzéki politikáról nem, nem, beszél, még egy vitát sem lehet kezdeményezni, mert ők arról vannak elfoglalva, hogy ki lesz majd a, 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 a bármilyen, hogy egyáltalán milyen listák lesznek, hogy lesznek a listák, ki lesz a tetején, ki nem lesz a tetején, szerintem ez egyébként nem érdekli az embereket, nem is értem, hogy ők miért foglalkoznak ezzel. A főváros tanácsaiak többségét most napi szinten talán érdeklődéssel tölti el a járatok kérdése, a járatritkítások kérdése. Ez az egyik legfrissebb ügy, amely a főváros döntéshozói nevéhez köthető. Ön mit szól ehhez? Hát igen, talán Siffer András mondta egy tanapjú műsorban, hogy hát olyan emberek ülnek a városházán, akiket nem érdekelnek, nem érdeklik az emberek. Tehát ugye ilyet nem lehet csinálni Budapesten. Ugye most nem is az, hogy itt a másfél perccel esetleg, tehát itt a másfél perc Budapesten azt jelenti, hogy olyan sokan szállnak föl a buszra, hogy nem másfél percet késik az ember, hanem csak a harmadik buszra fog fölférni. Tehát ugye ez egy egészen elkép. Ami a tervező azt, egy szobában másfél perc, az az emberek életében egy fél óra és egy meg, megnehezített napi működéssel jár. Na most, aki ilyen döntéseket meghoz mindenfajta egyeztetés nélkül, az, 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 nem, az, nem az, nem, szakember, és valószínűleg fogalma sincsen Budapest működéséről, tehát ilyennek, ilyennek nem szabad előfordulnia. Vitézi Dávid is ugye arról beszélt, hogy ilyen fűnyíró elvszerűen járatitkásokat csinálni Budapesten, az, az bűn. Most, most, a főpolgármester felelősségéről beszélt? Tehát az ő hát nézze, ugye ezek az, a... az ő, az az ö... nem, nem tudunk eltekinteni attól, hogy a, hogy a, a BKK vezére az a, az a Karácsony Gergő tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez igen. Tehát ez, így, így nem történhetnének dolgok Budapesten, a budapesti közlekedéssel, a budapesti emberekkel. Köszönöm a beszélgetést. Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.